már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a DK országgyűlési képviselő. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 50%-át mentik meg a betegeknek, amikor a világ szebb országaiba közel 65-70%-át már. Mi ennek az oka? Több irányba kell kutakodni, hogyha a valóságokat föl akarjuk tárni. Hadd mondjak egy másik adatot, ami azt hiszem talán sokkal inkább megdöbbentő, nevezetesen az, hogy a kormány egyik szervének tanulmánya alapján évente Magyarországon 32 ezer ember hal meg gyógyítható és megelőzhető betegségben. Tehát egy öngyös nagyságú város pusztul el Magyarországon. Ennek azért említettem, hogy több oka van, hiszen ebbe a ön által említett magas százalékos halálozásban sok minden benne van a közlekedési baleset, benne van a gyilkosságok kapcsán elveszített emberi élet száma is. Tehát nem csak a betegség és nem csak a megelőzhető betegségek következtében elhunytak. De a 32 ezer az már konkrétan egyébként arra vonatkozik, amit említettem, vagyis megelőzhető és gyógyítható betegség. Mit segíthet az, hogyha a kormány kancellárokat vezet be a kórházakba? Az mi a feladat egy ilyen kancellárnak, mert egy gazdasági igazgató idáig is voltak. Az ég egy adta világon semmit. Ez ugyanaz a politika, mint amit idáig tettek, kórházak adóssága, ami nem a kórházak adóssága. Kinevezek kancellárokat vagy költségvetési biztosokat az intézethez, amivel a közvéleménynek a figyelmét abba az irányba tolják el, hogy igen, azokért a 60-80 milliárd forintos évente fölhalmozódó adósságokért a kórházak rossz gazdálkodása a felelős. Nem igaz. Semmi más nem kell tenni, az kétségtelen egyébként, hogy egy ellenzéki politikusnak nem akarnak hinni, vagy megpróbálják egyébként legkülönbözőbb és nem valós dolgokkal lejáratni a véleményét. Magyar Nemzeti Bank most nyilvánosságra hozott 180 pontjába, és ott az egészségügynél. De ez az egészségügyre mivel vonatkozik. Mivel indokolja vajon azt, hogy a kormány úgy döntött, hogy nem az egészségügyminiszterhez tartozik az új központi kórház projekt, hanem a miniszterelnök hivatalhoz? Nagyon komoly hibának tartom. Tudnilik, van egy úgynevezett szaktémákba együtt fognak dönteni. Van egy úgynevezett egészséges Budapestért program. Ebben a programban sok minden szerepel. Ezt úgy hozták nyilvánosságra, hogy ennek a korona ékszere, ugye hát szavakban meg kifejezésekben fantasztikusakat tudunk alkotni, maga ez az úgynevezett dobogón épülő szuperkórház. Na most ebből a programból, amit az EMMI... Mi az, hogy szuperkórház? Toronykórház, vagy a múlt századnak megfelelően pavilonok? Jaj, nagyon örülök egyébként, hogy ezt a kérdést föltette. Tudnilik, ilyen nomenklatúra nincs. Ezt a szuperkórházt a politika találta ki, mint megnevezést. Egyébként amiről szó van... Na de hát Jeruzsálemben van a Hadassza, ami egy ilyen, az Egyesült Államokban van a Sinai, ami ilyen, és vannak a múlt századnak megfelelő pavilonrendszerek. Ha ezt lefordítom érthetőre és magyarra, akkor ez azt jelenti, hogy sok szakmát tartalmazó, tehát sok profilú kórház, amit... Ehhez a központi kórházhoz milyen lesz a hozzájutás, a közlekedés? Ez is jó kérdés. Jelen pillanatban gyakorlatilag semmilyen, mert aki ebből az irányból jön be például Érdről, reggelente... Lesznek-e helikopterleszállók a kórházon? Az lesz kettő is. Az lesz kettő is. Kettő is. Kórházainkban komoly problémát okozott idáig a fertőzés, a kórházi fertőzés. Most plakátokkal és miniszteri rendeletekkel szabadon Semmelweis Ignác után ezt megpróbálják megszüntetni. Tényleg egy kézmosás elegendő erre, vagy egy átöltözés? Nagyon sok mindent meg lehet ezzel előzni. Bevallom őszintén, tehát a nővér azt fogja mondani a főorvos úrnak, hogy főorvos úr, menjen vissza és mosson kezet?
Hát én őszintén remélem, hogy erre nincsen szükség, hogy más irányból jönnek ezek a gondok és problémák, de adott esetben, ha ez így történik, akkor azt mondom, hogy igen. Mit tesz a DK azért a parlament, vagy az egészségügy jobb legyen? Föltárjuk a valós helyzetet. Én, mivel 16 évi kórházigazgatóként dolgoztam, ezért fogadja el tőlem, és a kedves nézők is fogadják el tőlem, hogy azért a belső történéseket testközelből ismerem. Tehát azokat a fonákságokat igyekszünk föltárni, ami a normális irányba történő haladást gátolja. De a kórházak állapota az nem a Fidesznek az eredménye, hanem az elmúlt 70 évnek az eredménye talán. Úgy van, de ne felejtkezzünk el az elmúlt 8 évről sem. Tehát történetesen ugye az hangzott el, ami valós és igaz, hogy soha ennyit egészségügyre nem költöttek, az elmúlt időszakban mintegy 500 milliárd forintot, csak azt felejtik el hozzátenni, hogy ez a megállításra tervezett Brüsszelnek a pénze. És hadd tegyek hozzá egy nagyon fontos dolgot, semmi nem akadályozta meg volna a kormányt abban, hogy a főváros egészségügyére, ami kimaradt, mert az elmaradt területek felzárkóztatását célozta az 500 milliárd Brüsszel által, hogy a főváros egészségügyi intézményeire a saját bevételeikből fordítsanak megfelelő összeget. Arra adja nekem magyarázatot, hogy létezik az, hogy kínai alapanyag, romlott anyag alap kerül bele a magyar gyógyszerfogyasztók szervezetében. Hát nagyon őszintén várom az illetékeseknek a magyarázatát, hogy hogyan lehet az, hogy egy olyan alapanyagot vesznek át, ugye ez hatóanyagról van szó, ami meglehetősen sok vérnyomás csökkentő szernek a hatóanyaga, hogy nem vizsgálták be rendesen, vagy elmulasztottak valamit, vagy nem tudom, mi történt. Következő a kérdésem, itt van Jákob a robotkameránk. Forduljon Rákobhoz és igen, nézőink szemébe, és mondja el a nézőknek, amennyiben úgy látja jónak, hogy inkább szedjék be ezt a mérgezett gyógyszerüket, mint hogy abba hagyják addig, ameddig újat kapnak. Melyik a veszélyesebb? Mind a kettő. Én azt mondom a kedves nézőknek, hogy kérjenek más hatóanyag tartalmú vérnyomás csökkentőt, menjenek el az orvosukhoz, és kérjék meg őket arra, hogy erre az átmeneti időszakra adjon olyan vérnyomás csökkentőt a számukra, ami megakadályozza azt, hogy egy kritikus, magas kiugrású vérnyomás érték. Az elmúlt napokban nagyon sokat foglalkoztam a rákos betegségekkel. Az emlőrák nagyon populáris, mindenki mindent megpróbál tenni annak csökkentésére, szűréseket és egyebeket. Azonban vannak olyan rákok, mint például a vastagbélrák, és sorolhatnám tovább, ami nem túl népszerű, nem kap annyi PR-t. Vajon ez a sajtó, avagy az orvosok hibája? Vagy illetve az emberek emiatt nem mennek el szűrésre? Szerkesztő úr, most hirtelen nekem nagyon sok olyan kérdést tett föl, ami aktuális, és köszönöm. Bármennyire furcsa. Ez, amit föltett kérdést, se egyik, se másik, hanem mindegyik. Tehát ez a felelősség, ami jelen pillanatban a szűrővizsgálatok elhanyagolása miatt keletkezik, és ennek a következményeiért felelős az ember, akire vonatkozik a szűrővizsgálat, mert nem megy el, felelős az állam, mert a megfelelő publicitást ennek a szükségességére nem adja, tehát nem mutat rá, és végeredményben mi is, orvosok is bizonyos fokig felelősek vagyunk abba, hogy az elhúzódó vizsgálatokkal, vagy éppenséggel, téves diagnózissal, hiszen ez is előfordulhat, nem éppen azt az irányt követjük, amit kellene követni. Komplex a felelősség és megoszlik. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. László Györgyöt, a DK egészségügyi szakpolitikusát, országgyűlési képviselőt, valamikor hosszú időn keresztül kórház igazgató főorvos láthatták és hallották. Most következik a mindentől független híradónk. Tudják, 5778 éves múltunk biztosíték arra, hogy a mi híradónk még az időjárástól is független. Majd ezután beszélgetni fogunk dr. Pleva Györggyel, a NEBIK élelmiszerbizottság igazgatójával, hogy vajon miért kerülnek mérgezett ételek a közértek pultjára. Majd folytatjuk Balázs Péterre, volt külügyminiszterrel, és végül itt lesz Seres Attila is. Továbbra is tartsanak velünk, most előzetesek, és jön a híradó, a viszontlátásra.